Most pedig ugye az ónos eső teljesen ráfagyott az utakra, a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt problémát okoznak a csúszós utak, a tömegközlekedés pedig több helyen leállt. A Tények riportja következik. Ez egy tökéletes megoldás, ez a vejemnek az oknia ilyen. És nem csúszik. Volt, aki zoknival próbálta elkerülni, hogy elessen az ónos eső miatt rendkívül csúszósá vált utakon. Hiába sózták, ugyanis Budapesten is sokfelé csúsztak az utak, többen el is estek. Egy idős férfinek a közterületfelügyelők segítettek felszállni a villamosra. Sok helyen autóval sem lehetett közlekedni, annyira csúsztak az utak, ez a férfi is elakadt a jeges úton. Az a probléma, hogy próbáltam leereszkedni, és annyira be van fagyva a macskakő, hogy nem tudok egyszerűen lejutni. És majd itt állok 20 perce. Most mi lesz akkor? Várom, hogy valaki segítsen. Segítségre másoknak is szüksége volt, például ennek az autósnak, aki Budakeszin az ónos eső miatt csúszott neki egy tűzcsapnak. De olyan utca is volt Budapesten, ahol egymás után történtek a balesetek. A budapesti Ponty utca annyira csúszos, hogy egy itt élő férfi szerint csak reggelig 6 autó tört már össze, mert nem tudtak megállni a síkos felületen. Az imént volt itt a rendőrség is, hogy ellenőrizze a problémás utcát. A tömegközlekedésben is problémát okozott az ónos eső, több helyen azért késtek a vonatok, mert megsérültek a vasúti vezetékek. Budapesten a Bécsi útnál pedig nem jártak a villamosok, mert a hidegben egy villamos leállt, ezt végül el is vontatták. Itt szakasztották az oszlopot. Most nem régen. Országszerte sok baleset történt az ónos eső miatt. A Szabolcs megyei Kocsordon például egy autó csapódott egy kamionba, mert a kanyarban átcsúszott a szemközti sávba. Csodával határos módon az utasok csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. Van egy fél centis jégréteg a főúton, gyakorlatilag szinte közlekedni nem lehet rajta. Nagyon csúszik. Így is nagyon csúszik. Az ország északi területein nem az ónos eső, hanem a hó okozott baleseteket. A mentőket kora reggeltől rengeteg helyre hívták. Délután 3-ig csak a fővárosban több mint 500 esetet láttak el. Délutánra a helyzet, ha lehet így fogalmazni, még romlott, mert gyakorlatilag percenként érkeznek a segélyhívások. Olyan elesésből származó sérülések miatt, de történtek sajnos autóbalesetek is. A katasztrófa védelem is nagy erőkkel készül az ónos eső okozta további veszélyek elhárítására. Minden olyan megyei igazgatóságunkon, ahol várhatóan érvénybe fog lépni a legmagasabb készültségi fokozat, ott működik megyei irányítótörzs, és minden olyan helyszínen, ahol a beavatkozások, illetve az esetszámok ezt indokolják, további operatív törzsek fognak működésbe lépni. Erre azért is van szükség, mert a veszélyes utak sokfelé szerdán is problémát okozhatnak. Az északi ország részben havazás, Budapesttől délre pedig ónos eső várható. Nem csak hogy marad, hanem még fokozódik a helyzet, ugyanis a délutáni órákban ér el majd bennünket az a légörvény, ami kiadós csapadékot okoz majd a következő napokban hazánkban. Többfelé akár 2 centis jég boríthatja majd az utakat. Pedigünk dr. Pintér Ferenc meteorológus, akit arról kérdezünk, hogy mit kell valójában tennünk, hogyha ráfagy az utakra az eső. Jó reggelt! Reggelt. Jó reggelt kívánok! Nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet, amit kevésbé ismerünk. De gyakran tapasztaljuk azt, hogyha megyünk ilyen csúszós úton, megcsúszunk. És ez egy szinte mindennapi dolog, és hát azért általában nem esünk el. Most itt jön be az a meteorgyógyászatilag nagyon fontos hatás, hogy a szervezetünk állapotától nagyban függ az, hogy el fogunk esni, és akár ennek sérülés is lehet a következménye, vagy nem. Itt ugye a reflex állapotunk az nagyon fontos szerepet játszik ebben. Ha azonnal tudunk, jól tudunk reagálni erre a megcsúszásra, akkor jó eséllyel meg tudjuk ezt úszni, illetve még ha el is esünk, akkor kellen tudunk védekezni, hogy ez ne járjon veszélyesebb következményekkel. Ezt lehet azonban fejleszteni? Ezt a képességet? Hát itt ugye egyrészt oda kell arra figyelni, mert ez a időjárás függvényében ez folyamatosan változik, ez a reflex állapotunk, de például függ a kortól is. Tehát, hogy az idősebbek ezért vannak idősek, a nagyobb veszélyben. Betegek, az alkohol is ugye jelentősen befolyásolja ezt a hatást, de lehetünk például sokkal fáradtabbak, és például most ugye itt van ez a kettős fronti hatás, amelynek nagyon gyakran a reflex helyzetnek, a reflex állapotnak a romlása a velejárója. Ezekben az esetekben sokkal
sokkal inkább ki vagyunk téve annak, hogy egy komolyabb baleset legyen ennek a következménye. Úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni, és aki tisztában van azzal, hogy ő most plusz módon veszélyeztetett ebben az értelemben is, az semmiképpen ne menjen ki, mert komoly sérülés lehet a következménye. A másik az, hogy ugye mi történik akkor, hogyha mégis elesünk. Hát ugye itt a idősek esetén, vagy hát esetleg valami más csont problémákkal küzdők esetén jönnek ugye azok a problémák, hogy sokkal könnyebben eltörhet. Szomnyaktörés ugye nagyon jellemző. Szomnyaktörés is jellemző, igen, tehát ugye végtagsérülések jellemzők, igen. És hát sajnos, amit legjobban meg kell előzni azokat, hogy például a fejünket azt úgy jó beverjük, tehát azokat a koponyasérüléseket, agyrázkodásokat, ami ilyenkor gyakran előfordul. Nekem is volt egy ismerősöm, aki idősebb úr, és csak a boltba ugrott le, és életével fizetett érte, pedig mondták, hogy nagyon vigyázzon, mert csúszott, beverte a fejét, és sajnos halálos következménye lett. Tehát tényleg azt mondom, hogy erre nagyon kell vigyázni, és ha már végképp nagyon muszáj kimenni, én azt mondom, hogy vegyünk el egy túrabotot, az is sokat segít. Igen, egyre több embernél látom. Bottal, túrabottal, például síbottal, akár nyugodtan, és amit még lehet ajánlani, hogy egy nagy méretű rozzoknit például rá lehet húzni a cipőre, és az is sokat segít abban, hogy ilyenkor hát elesés nélkül megúszuk. És egy másik nagyon fontos dolgot is tekintetbe kell venni. Ilyenkor a járművezetők is rosszabb reflex állapotban vannak, sokkal rosszabb a kilátás az autóból. Tehát még miután elindultunk, még akkor is előfordul, hogy például ráfagy az ónos eső a szélvédőre, tehát menet közben is elromlik a látási helyzet, és őnekik is rosszabbak a reflexei, és hát arról meg ugye nem is kell beszélni, hogy a kormányozhatóság és a fékezhetőség az autónak az rettenetes módon leromlik. Tehát ugye itt a gyalogosoknak ezt is be kell kalkulálni, hogy sajnos az autóvezetők sem állnak mindig a helyzet magaslatán, és azért mégis ők húzzák a rőt. De tudjuk-e fejleszteni ezeket a reflex képességeinket? Akár úgy, hogy olyan izomcsoportokat mozgatunk meg, mi izomcsoportokat, a hátizmainkat erősítjük, amivel esetleg nem is azt mondom, hogy el tudjuk kerülni teljes mértékben a balesetet, de talán kisebb balesetet tudunk szenvedni. Hát akinek természetesen ugye jobb a mozgáskultúrája, és lazábbak az izmai, és tényleg jobb állapotban, az eleve valóban így van. De hát a másik, ami fontos, hogy az idegrendszerünk is legyen olyan állapotban, és például ilyenkor azért egy kávénak az elfogyasztás az is segíti ezt a dolgot, de legjobb az, hogyha a szervezetünket ilyenkor megfelelő táplálkozásra, megfelelő folyadék mennyiség fogyasztásával olyan állapotban tartjuk, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan sokkal jobb állapotban vagyunk, mert ebben az esetben fogjuk tudni ebben az időszaknak ezeket a problémáit is eredményesebben kivédeni. Ez a nagy hideg talán emiatt jó, hogy azért egyből fölébreszti az embert, amikor kimegy erre a nagy hidegre, és akkor szépen lassan elcsúszok. Hát, is a hosszabb idő alatt viszont kifárasztja inkább a szervezetet, és hát ez a borongós, illetve sőt, hát kifejezetten szürke idő, ez mentálisan nagyon rossz hatással van ránk. Említette a kávét, esetleg más is lehet fogyasztani? Természetesen, ugye mondjuk például a kávét mondtam, de a tea az olyan értelemben eredményesebb, hogy a hosszabb idő alatt fejti ki a hatását, de például ilyenkor a fényterápiának nagyon fontos szerepe van, sokkal inkább egy aktív állapotba tudjuk hozni magunkat, és minden olyan, amelyik a szervezetünknek egyfajta felpörgetését jelenti, az előnyös, akár a színesebben öltözködünk, megfelelő ételeknek a fogyasztása, azután a társas viszonyoknak a megfelelő szinten tartása, ez mind olyan, amelyik sokkal mentális állapotba tart bennünket, és frissít, és élénkít, és gyakorlatilag segíti ennek a tényleg nagyon kellemetlen időszaknak a eredményes túlélését. Viszont ha minden igaz, most jön a melegfront, gondolom az sincs igazán jó hatással a szervezetre, hogy most hirtelen akár 10-20 fokkal melegebb lesz a hát most hétvégén. Ugye kettős fronti hatás van, már tegnap is az volt, és ma is ez volt, tehát tulajdonképpen mind a kettő szituációra érzékenyek esetében számolni kell a kellemetlen tünetekkel. És van egy nagyon fontos dolog, az elmúlt időszaknak van egy roppant kellemetlen következménye,
itt ezt az időszakot ugye egyrészt a nagy hideg és a nagy légszennyezettség jellemezte. Sajnos a légszennyezettség még mindig fennáll, és hát azért még ezt se lehet mondani egy kellemes hőmérsékletnek, ami most van. És ez az immunrendszerünket borzasztó módon megterhelte. Tehát most valójában egy ilyen leromlott immunrendszerrel állunk itt általában, és a következő napokban a magasabb hőmérséklet hatására viszont a kórokozóknak a száma nagy mértékben meg fog nőni a levegőben, és emiatt a fertőzés veszély az sokszorosára fog. Érdemes ilyen maszkot is hordani, ugye a smog elkerülése. Igen, hát de teljesen úgy sem tudunk mindent kiszűrni. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt, Dr. Pintér Ferencnek, meteorológiásznak.